És most a ladányi népdalok után egy másik értékkel foglalkozunk, a fehér hímzésekkel. Ennek az időszerűségét az adja, hogy épp 40 éve alakult meg a Körösladányi Díszítőművészeti Kör, amely felvállalta ennek a hagyománynak az ápolását. És most megkérem a Díszítőművészeti Kör vezetőjét, Kiszel Jánosnét, hogy nyissa meg a fehér hímzések kiállítását. Tisztelt hölgyeim és uraim, nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Körösladányban a díszítőművészeti szakkör 1974. október 11-én kezdődött. Az akkori magyar-vietnám barátsági termelőszövetkezet közöttük is annak vezetője Gál Sándorné volt. A szakkörünknek kezdetben 29 tagja volt, amely szinte megmaradt kisebb-nagyobb változásokkal a szakkör befejezéséig. A foglalkozásokat kalocsai hímzéssel kezdtük, mivel abban az időben szinte mindenki kalocsait hímezett. Na most mi is ezzel kezdtük, utána, mikor már az asszonyok elég szépen tudtak hímezni, akkor tovább mentünk, és elkezdtük a Békés megyei, ezen felül is a mezőverényi szőcshímzéseket hímezni. Majd utána minden évben más-más tájegységet vettünk fel. Gyakorlatilag az is volt a cél, hogy az asszonyok a szabadidejüket helyesen töltsék el, és jó kedvel egy csoportba dolgozzanak, és szeretettel dolgozzanak gyakorlatilag, és összetartsa a csoportot, tehát gyakorlatilag ez is volt a cél. Ezért látogattunk múzeumokat, kiállításokat, sőt, füzesgyarmat és mezőberény díszítőművészeti szakkörébe is tettünk kirándulás, tapasztalatcserét és beszélgetést. Munkáinkat két évenként állítottuk ki itt Körösladányba, mondhatom, igen nagy sikerrel. Részt vettünk számos megyei és országos kiállításokon. A kapott elismerő oklevelek közül kiemelkedik az 1988 évi 9. országos népművészeti kiállításon elért második helyezés, amit a kunhímzéssel hímezett terítőkért kapott a szakkör. Társadalmi munkával a Batonyai SOS akkoriban nyílt, SOS gyermekfaluba egy szobabelső garnitúrát hímeztek a szakkör tagjai. Ez állt egy asztalterítőből, egy függönyből és két párnából, díszpárnákból. Ezt személyesen vittük el, és egy 5 gyermekes családnak adtuk át. Ezért a szakkör meghívót is kapott a SOS gyermekfalu megnyitójára, ahol részt is vettünk. Legfőbb feladatnak szűkebb hazánk, Békés megye hímzés világának elsajátítása volt. Ezért elkezdtük gyűjteni a körösladányi fehér hímzéseket. A szakköri tagok igen nagy lelkesedéssel hozták a szebbnél szebb régi fehér hímzéseket, gallérokat, garnitúrákat, terítőket, és ezt összeegyeztettük a régi fényképeken levő hímzésekkel, mert azt is a szakköri tagok hordták. Volt azon gallér, volt azon terítő, blúz, sok minden volt, és így kerestük a jellegzetes motívumokat, hogy ez kifejezetten körösladányi legyen. Hát kezdetben kissé nehezen barátkozó szakkör,
gyakorlatilag egy igazi nagy családdá fejlődött, amihez hozzákerült, járult az is, hogy szeretettel hímezték a körösladányi hímzést. Tehát ez a körösladányi, tehát ez minden körösladányi embert érdekel. A szép fehér hímzések egyre szaporodtak, a mintákat, ahogy összegyűjtöttük, hazavittem, lerajzoltam, kiszúrtam, előnyomtam különböző párnákra és terítőkre, és blúzokra. És ebből elkészítettem egy könyvet, Körösladányi fehér hímzések címmel. Ezt felvittem Budapestre, a Magyar Művelődési Intézetbe lektoráltatni. Úgy gondoltam, hogy ha ők áldását adják, akkor az már biztos, hogy jó. És a Magyar Népművelődési Intézet lektorálta. Felolvasom a lektorátus véleményét. Öröm a szakma számára, hogy gyarapodnak azoknak a köteteknek a száma, amik hozzásegítik a jelen és az utókort, hogy esztétikus hivalkodás mentes, jól funkcionáló textileket készítsenek. Szűkebb pátria körösladány pedig büszke lehet arra, hogy van lokális hagyománya. A kötet szakmailag, néprajzilag hiteles anyagot tár fel. Hiszem, hogy a könyv csak első azok sorában, amely körösladány múltjának és hagyományának méltó megismeréséhez vezet. És késztetés ad újabb és újabb kiadványok megjelentetéséhez. Ezt írt a Borbély Jolán etnográfus Budapesten 1994-ben. A körösladányi fehér hímzések a országos tanfolyamon Békés Csabán, ami gyakorlatilag határok nélküli tanfolyamra is szerveződött később. Ott is tananyag lett a körösladányi fehér hímzés. Tehát így gyakorlatilag az egész ország területére elterjedt, és hímezik is. Nagyon örülnék, hogy kis kihagyás után újra beindulna egy hímző szakkör itt Körösladányban. Én ezt nagyon szeretném, mert ez Körösladány, ez Körösladányé. Tehát ez kellene, Kalocsa hímezze Kalocsait, Toroszkó hímezze Toroszkóit, Mezőköves hímezze a Matyót, de Körösladány hímezze a gyönyörű, szép, fehér hímzést. Aminél szebb nincs, azt lehet mosni, főzni, takarítani. Tehát ez csodálatos dolog. És én merem remélni, hogy beindul a szakkör, és ennek hatására sok szép mezőberényi, körösladányi, fehér hímzéssel készült blúz és asztalterítő fog elkészülni, mint amilyenek már itt is vannak. Mert ezek gyakorlatilag a szakköri foglalkozások alatt, amik ki vannak, akkor készültek. És ezekből a szép fehér hímzésekből kiállításokra is fog kerülni, és remélhetőleg díjat is fognak kapni. Engedjék meg, hogy Kodály Zoltán egy nagyon szép gondolatával fejezzem ki be mondandómat. Lomb lehullhat, ág letörhet, csak a gyökerek maradjanak meg. Körösladányban a gyökér megvolt, az ág fel lett támasztva, a levelek elkezdtek zöldülni, de hogy ezek tovább zöldüljenek és szépek legyenek, ezt a szép feladatot Körösladány nőtagjainak kell, hogy tovább folytassák.
Köszönöm szépen. Örülünk, hogy el tudok jönni az örök arányba, be tudta nyitni a kiállítás. További jó egészséget kívánni. Köszönöm. Köszönöm szépen, jaj, de gyönyörű. Köszönöm.